Baross Gábor nagyon sokat tett értünk győriekért, hangsúlyozta Somogyi Tivadar, aki kezdeményezte, hogy a város egyik ikonikus alakja szobrot kaphasson. A vasminiszter az országgyűlésben 4 cikluson keresztül képviselte a város érdekeit, nevéhez fűződik többek között a vasútállomás megújítása, a vasúti híd megépítése és az iparkamara Győrbe hozatala is. Több emlékmű van, tehát van a városházán a díszterem előtt egy mellszobra, ugye iskolát neveztünk róla át, a Baross róla el, a Baross híd is ugye az ő nevét viseli, de azt mondtuk, hogy most már ideje jövőre lesz, ugye 125 éves a halálának évfordulója, hogy egy szobrot is készítessünk, hogy az emberek lássák, hogy na ez volt az a híres Baross Gábor. Az alpolgármester és az alkotó Régel Tibor együtt rántják le a leplet a műről. A szobrászművész körülbelül egy évig dolgozott a Baross Gábort ábrázoló alkotáson. 2 méteres, ugye Baross Gábor egy korpulens, tekintélyes megjelenésű férfi volt, szép tartású férfi. Általában az ábrázolásoknál úgy látom, olyan 60 éves körüli testes embernek ábrázolják, én fiatalabbra vettem. Már csak azért is, mert tudjuk, hogy 44 éves korában meghalt. Ugye a vaskapu építésénél megfázott tüdőgyulladás elvitte, sajnos, pedig mennyire szükség lett volna még rá. A bronzszobor a Baross út elején kapott helyet. Az életnagyságú mű olyan, mintha Baross a járókelők közé lépne. Ez a szobor már nem azt a 30-as, 40-es évek szobrát képviseli, hogy föltesszük egy 3 méter magas vagy 1 méter magas posztamensre, hanem ez a szobor egy kicsikét ember közeli, tehát a méretébe és az elhelyezkedésébe pedig az, hogy mert arra vigyáztunk, hogy olyan helyre tegyük ezt a szobrot, ahol nagyon sok győri jár, hát ez a Baross út, ugye a sétáló utcánk, ahol rá tudnak nézni. Tehát az elhelyezkedéseim személy szerint nagyon meg vagyok fel elégedve, és biztos vagyok benne, hogy ez lesz az egyik olyan népszerű szobor Győrbe, ami mellett a turisták nagyon sokat fognak fényképezkedni. Az egész alakos szobor avatására sokan voltak kíváncsiak, intézményük névadója előtt pedig a Győri Baross Gábor iskola tanulói egy műsorral tisztelegtek.